Szeptember 16. Mert mindenkinek, akinek van, adatik és megszaporítatik. Akinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amije van. Akik úgy akarják fenntartani a keresztény életet, hogy csupán elfogadják a kegyelmi eszközök által nyert áldásokat, de közben semmit sem cselekszenek Krisztusért, azokhoz az emberekhez hasonlítanak, akik pusztán csak evés által, munkanélkül akarnak élni. A lelki életben ugyanúgy betegséget és halált eredményez az ilyen élet, mint a természet világában. Aki nem mozgatja meg az izmait, az csak hamar egyáltalán nem tudja használni őket, és teljesen elerőtlenedik. Hasonlóképpen, ha egy keresztény nem használja Isten adta erőit, akkor nem csak, hogy nem növekszik Krisztusban, de a már meglévő erejét is elveszíti. Krisztus egyháza, Isten elrendelt eszköze, emberek üdvösségének munkálására. Az a megbizatása, hogy eljuttassa az evangélium örömhírét az egész világra. Ez a kötelezettség az összes keresztény vállán nyugszik. Mindenkinek a maga képességei és alkalmai mértéke szerint kell teljesítenie az üdvözítőtől kapott megbizatást. A Krisztus szeretetéről nyert kinyilatkoztatás mindazon emberek adósaivá tesz minket, akik még nem ismerik őt. Isten világosságot adott nékünk, de nem azért, hogy csupán csak magunk élvezzük, hanem azért, hogy másokra árasszuk.